Az idei tanévben a legyélte is agrárgépész országos bajnokságon az iskolából 5 csapat vett részt. Az idei tanévben is megrendezték a legyélte és agrárgépész országos bajnokságot junior kategóriában, illetve OB kategóriában. Iskolánkból 5 csapat vett részt. 3 OB kategóriásunk bejutott az országos 6-ös döntőbe, ahol 1., 2., illetve 6. helyezést értek el. Ez is inspirálta most őket arra, hogy tanuljanak és nyerjenek. A gépész verseny mellett azonban máshol is sikeresek a Szent Annai sok. Az ágazati szakmai érettségvizsga tárgyak verseny is van folyamatban. Most már túl vannak az írásbeli vizsgán, a szóbeli vizsga az hétfőn következik. 2 diákunk érdekel benne, valamint az országos szakmai tanulmányi versenyen, mezőgazdasági gépésztechnikusi szakon az 1-18-ba bekerült egy diákunk, Farkas Máté. Ő tavaszi szünet után majd 17-én és 19-én vizsgázik. Szóbeli, gyakorlati. Egy pedagógusnak nem könnyű felkészíteni a gyerekeket gyakorlatra és elméletre sem. Nehezebb az elmélet. Sokkal nehezebb, mint az elmélet, mint a gyakorlat. De szerintem ők vevők erre. Nem megérdemel. Versenyre készíteni kellett egy-egy robotot. Kötelező alkatrészekből kellett összeszerelni, és mozgatható kezek, fejek. El kellett rendelkezni. Az átfogó versenyre több felkészítője is volt a csapatnak, Simon Gyula mellett Futó Lajos és Balog István szakoktatók személyében. A 6. helyezett Váltó Recsegtetők csapata tagjai Nagy Zsolt, Bökönyi Norbert, Gyöngy Kevin Tamás, Koncz Tibor és Tasnádi Tamás Ádám. Nagy Zsolt volt a szóvivőjük. Mindnyájan 11. osztályos B-tanulók vagyunk, és gépészakon vagyunk ugyanúgy. Mit tudott a ti robotatok? A mi robotunk kapott egy motort, amin igazából lehetett őt mozgatni. Mozgott a feje, világított a szeme, és mozgott a karjaik. Mennyi idő alatt készült el? Hát a határidővel picit megcsúsztunk, mivel egy-két dolgot nem vettünk figyelembe, ami kritérium volt a robottal kapcsolatosan, de végül időbe sikerült beküldeni. A versenyen mi volt a legnehezebb? Hát magával itt az online fordulókban nagyon nem volt problémánk, a döntőben ott sok dolgot elrontottunk, mert izgultunk. Túl izgultátok? Igen, meg még nincs meg a kellő tudás. Tehát akkor jövőre mentek? Jövőre megpróbáljuk ugyanúgy, ezelőtt még a junior kategóriába indultunk, ez volt az első országos fordulónk igazából. Nagyon örülünk, hogy bejutottunk a döntőbe, tehát ez nekünk már hatalmas nagy öröm volt, jövőre meglátjuk, hogy mi lesz. A feladatokból mindenki kivette a részét. Mindenki egységesen kivette magát minden feladatból, mindenki tett hozzá. Igazából annyi pluszba, hogy jó magam vágtam össze a videókat, de amúgy mindenki ugyanúgy megdolgozott érte. És videó mit kellett bemutatni? Fú, hát volt nagyon sokféle, ez általában az online fordulóknál volt jellemző. Volt tápanyag utánpótlás, volt betakarítás. A megszerzett tudásnak tanórán hasznát veszik. Nem vagyunk csalódottak, igazából ebből csak tanulni tudunk, meg amit az előbb említettem, ez már nagy szó volt, hogy 11-esként be tudtunk jutni a döntőbe. A második helyezett traktorászok csapata tagjai Szekér Bence, Kis János, Kormos Bence, Mile Artúr Bálint és Urz Tibor. Szekér Bence vállalta a beszámolót. Nekünk ez volt az első alkalom, hogy találkoztunk a versennyel, de el tudom mondani, hogy a végére, így a döntő befejeztével már tényleg csapattá kovácsolódtunk. A legnehezebb feladat számukra az volt, hogy felvegyék a ritmust a többi csapattal. Már az elején is nehézségekbe ütköztünk, így az online fordulók kapcsán, ugyanis az ismeretek így videóvágás tekintetében azok elég korlátozottak voltak, de ezt is sikerült kitanulni, és viszonylag itt is felvenni a ritmust, és hát végül csak elértük azt az országos 2. helyezést, amivel szerintem elégedettek lehetünk mindannyian. Szakmailag sokat jelent nekik a 2. hely. Én úgy érzem, hogy érvényesült a papírforma, hiszen csak itt az előbb interjút adó kollégáiknak sikerült megnyerni ezt a versenyt, igazából tökéletesen megérdemeltem. Itt a szakmai tudást meg
Hát azért csak jelent az valamit, hogyha más sorozatban második évben az iskolából kerülnek ki a dobogós csapatok, szóval azért tartjuk a szintet egymás között is. A győztes Kemény Mag csapat tagjai Csala Dávid Károly, Adamik István, Farkas Máté, Semsei Márk Dávid és Szopó Erik. A 13. B tagjai vagyunk, mondta szóvivőjük Csala Dávid Károly. Tavaly is volt egy versenyünk, ott második helyezést értünk el. Jobbat, nagyobb teljesítményt akartunk elérni, így idén is indultunk. Mi volt az a robot, amit el kellett készítenetek? Mit tud a tietek? Mozogni kellett neki, forogni a testrészeinek. Miénk azt tud világítani, forog a törzse, feje, kezei mozognak. Egész jól sikerült az is. A tavalyi verseny rutin miatt könnyebb volt a csapatnak az idei verseny. Az online fordulók azok nagyon jól mentek nekünk. Ugye tavalyról már azért elég sok tapasztalatot összeszedtünk. Ugye a döntőnk az első éles döntő volt. Ott azért elég jól izgultunk, nekünk az volt a legnehezebb. Árulta el a Kemény Mag oszlopos tagja, aki agrármérnöknek jelentkezett Gödöllőre.